Futhatni, erőlem nincs tovább.
13-3-as énekeltük délelőtt is, tanultuk énekelőkkel, most is ugyanúgy. Először a zenekar elénekli, elejétől végig, utána pedig csak zongora és az első pár dallamot énekli. Krisztina is utána akarlak hallani titeket, lássam, hogy itt vagyok, hogy itt vagytok és halljam, hogy itt vagytok. Én is leborulok.
szépen, köszönjük a bízbennek egy nagy passzal a szolgálatát. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Istennek igéjét ezen a mai estén Sámuel első könyvéből olvasom, a 31. részből, a 4. versből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten ezen a mai alkalmon, hallgassuk meg tehát Sámuel próféta első könyvéből, a 31. részből, a 4. versből. Hallgassuk figyelemmel és alázatos lélekkel. Ezért azt mondta Saul a fegyverhordozójának: húzd ki a kardot, és szúrj le vele, hogyha ideérnek ezek a körülmetéletlenek, ne ők szúrjanak le, és ne üzzenek gúnyt belőlem. De a fegyverhordozó nem akarta megtenni, mert nagyon félt. Ekkor fogta Saul a kardját, és beledőlt. Kedves táborozók, kedves fiatalok, amikor megkaptam a kijelölt igét a mai napra Ervin tiszteletes úrtól, az volt az első gondolatom, hogy na ez igen, vajon mit kezdek vele? Olvasgattam, és egyre csak az jutott eszembe, hogy nehéz, és még mindig nehéz, vajon mi lesz ebből? Tehát, hogy hű legyek a tábor témájához, dühös voltam. Nem éreztem magam késznek, úgy is mondhatnám, hogy nem éreztem magam átszellemültnek ehhez a mai igéhez. És így túl a vizsgákon, túl azokon a napokon, amikor felkészültnek kellett lenni, bátornak kellett lenni, amikor küzdeni kellett, így visszagondolva elmondhatom, hogy dühöntem eleget. És azt hiszem, hogy nagyon türelmesnek kellett lennie annak az embernek, aki mellettem volt, hogy el tudjon viselni. Szóval a dű érzése az eléggé ismerős, és gyakoroltam hetekig. Tehát érthető az, hogy nehéznek tűnt egy dühös ügybe újra belebonyolódni. No, de a jó Isten
tiszteletes uron keresztül idézőjelben belehajtolt ebbe. De vicces félretéve, foglaljuk egy kicsit össze, hogy mi is történik ebben és a következő versekben. Saul attól a pillanattól kezdve, hogy elszakadt Istentől, folyamatosan rosszul érti magát. Hiányzott az életéből a vezetés. Nem voltak meg számára a sarokpontok, nem voltak viszonyítási pontok. Üldözött volt a lelke is, emiatt nem tudott békességben élni. Harcolt kívül és harcolt belül. Harcolt Dávid ellen már-már beteges féltékenységgel és mérhetetlen gyűlölettel. És rengeteg ellenséget szerzett magának, de leginkább, mint azt nagyon sokan tudjuk, a filiszteusokkal harcolt. És ebben a részben kerül sor a filiszteusok elleni döntő ütközetre. És ez az ütközet nem volt egy sétagalop. Nagyon nagy veszteségekkel járt, és az ütközet végére rengeteg volt a halott. A Biblia kiemeli Saul király és fiainak elestét, és ezzel próbálja számunkra érzékeltetni a teljes bukást. Egy békességét vesztett ember hová tud eljutni? És itt eszembe jutott egy gondolat, hogy bizony így van ez. Mert az Isten nélkül az ember az folyamatosan harcol. Az Isten nélküli embernek az élete az tele van konfliktussal, kívül és belül egyaránt. Sőt, az ilyen embernek az életének minden területére jut valamilyen nehézség és nincs lelki békéje. Tehát az Isten nélkül élő embernek a fő jellemzője az a harc. És vigyük tovább, nem csak a harc, hanem a harag, a gyűlölet, a dű, és még nagyon sokáig sorolhatnánk. A történet szerint a harc vége teljes vereség lett. Saul és serege számára. Saul öngyilkos lett. Mi lehet ennek a hátterében? Miért így kellett véget érnie ennek a történetnek? Az Isten által felkelt férfi szomorú vége egy hatalmas kudarc. Személyes kudarc, közösségi és hitbéli kudarc. És azzal, hogy feltette a pontot az íre, hogy saját kardját használta, hogy véget vessen a saját életének, ezzel elvetette az újrakezdésnek a lehetőségét. Elvetette az önvizsgálat, a bűnbocsánat, a feloldozás és a megszabadulás esélyét. Nem tudom, hogy van-e olyan köztetek, aki ismeri vagy látta már a Hajszá című sorozatot. Ebben a sorozatban egy gyilkos embernek a felesége ráébred arra, hogy ki is az ő férje valójában. Bár nem ő követte el a bűnöket, ezeket a szörnyű tetteket, de nem tudott együtt élni ezzel a tudattal. Dühös volt a férfira, tele volt indulattal, tele volt feszültséggel, és ezt a rengeteg indulatot és rengeteg feszültséget a családon, a gyermekein vezette le. Emésztik a gondolatok, és nem talál megoldást. Azt találta megoldásnak, hogy saját magának és családjának is altatót ad, majd autóval ül, a tengerpartra megy, és megáll a járművel azon a részen, ahová a dagály elér. De ez a remek megoldás, ez a pusztítás, ez nem sikerült neki, mert kimentették őket. Elmondhatjuk tehát azt, hogy a dű az a tehetetlenségnek a megtestesülése. Amikor
nincs megoldás, amikor nincs vezetés, amikor nincs feloldás, akkor az embernek az élete zsákutcába kerülhet. Észrevétlenül oda kerül az ember, ahol már az úgymond az emberi lehetőségek teljes mértékben elfogynak. Lásd Sault a harcéren. És itt már kell, és itt szükség van az égi és nem az emberi világból származó segedelemre, megoldásra. Az ő helye szükség van békességre és reménységre. És kedves fiatalok, ebben áll előttünk Jézus, ahogy elhordozta azt a gyalázatot, amit ott és akkor rám értett. Nem lármázott, nem dühöngött, hanem néma maradt. Nagypénteken az emberi lehetőséget végére ért. Igazságtalanul vádolták, mindenki elhagyta, elárulták, és igazából nem volt mellette senki. Lehetett volna dühös? Igen. Titkozódhatott volna? Igen. Lett volna rá oka? Igen. De az ő ügye Istennél volt. Arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy helyezzétek ti is a ti ügyeiteket Isten kezébe. A dühöt, az indulatot. És találjatok formát neki az indulat helyett az imádságban. Vigyünk elég mindent, és hagyjuk, hogy morzsolja ki. Engedjük el, mert ennek a helyére a lélek érkezése készül. Engedjük azt, hogy az ő békessége áradjon szét bennünk. Keep calm, fiatalok. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, annyi mindenért lehetünk neked hálásak, annyi mindenért mondhatnánk neked hálát, hogy hirtelen, ha fel kellene sorolni, akkor valószínű nem is ismertünk be mindent. De ilyen mérhetetlenül hálásak vagyunk neked ezért az alkalomért. Ezért, hogy ide gyűjtöttél bennünket, hogy hallhassuk a te ígédet, hallhassuk a te üzenetedet. És hálások vagyunk neked azért, hogy ennyi fiatal van együtt. Ennyi fiatal hallgatja a te üzenetedet. És ennyi fiatal dicsőíti a te szent nevedet. Arra kérünk téged, Istenünk, hogy nyugtasd meg a mi szívünket, a mi lelkünket, hogy ne legyen ott harag, ne legyen ott bűn. És taníts meg bennünket mindig megtalálni a helyes utat, a helyes megoldást. Taníts meg bennünket helyesen szólni. Taníts meg bennünket arra, hogy ne indulatból szóljunk, ne bántsunk. Mindenható Istenünk, add meg nekünk, hogy ez az elkövetkezendő hét, ez csak rólad szóljon. Rólad szóljon az éneklésben, rólad szóljon a beszélgetésekben, rólad szóljon a játékokban. Légy azokkal is, Istenünk, azokkal a fiatalokkal is, akiknek talán nem adatott meg, hogy eljöhessenek ebbe a táborba. De juttasd el hozzájuk is a te üzenetedet, a te ígédet. A te fiadért kérünk, Jézus Krisztusért, hogy hallgass meg a mi imádat. Amen.
mondjuk el együtt, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Csak ennyit szeretnék mondani, elszűrni ehhez. Csendet! Annyit szeretnék fűzni ehhez, hogy remélem kapizsgáljátok, hogy az Isten akar beszélni veletek ezen a héten. Lehet ezt nem figyelembe venni ezen a héten, meg az Isten tiszteleteken, de lehet megbecsülni. És a szerint élni. Köszönjük a tolmácsnak a üzenetet. Isten áldását kívánjuk. Életére szolgáltának, meg minden. Pár dolgot szeretnék érni. Az első közös étkezés megvolt már, ugye, cateringesekkel az ebéd folyamán. Sok minden nem tartottatok be, amit kértem tőletek. Így még egyszer kérem. Tehát nem parancsolom, még egyszer kérem. Nem disznósulat hagyunk magunk után. Tehát nézzen ki úgy ez a terem az evés után, mintha emberek ettek volna. Vagy leendő emberek, nem is tudom, emberek. Tehát úgy álljak föl, hogy mindent eltakarítottak. Ott azon az asztalon mag van széllyel köpközve, én nem is tudom, hogy meccsen vagytok, vagy meccsen őszitek magatok, hát nem értem. Tehát, hogy tudom, hogy az agresszivitás, nem tudom, mitől jön ki az agresszivitás. Szerintem éhesek nem vagytok, meg ha éhesek lesztek, akkor minden héten meg fogjátok enni a vacsorát. Nem fejeztem be. Még tudok beszélni 2-3 órát itt, és közben nézitek az ételt. Ugye? Piros csapatot megkérem arra majd, hogy állítsák be a termet étteremét. Tehát nem majd, amikor meg. Mikor mondom, akkor álljanak föl, és csinálják. És ugyanúgy sorba állunk majd a vacsoráért. El fogjuk mondani, miután mindenki el.